Mi történt Szegeden? Elmentem, de olyan de állapotban... Ott voltál? Elmentem és hazamentem. Beültem egy taxiba és leléptem. Az a baj, olyan állapotban voltam, hogy nem tudtam, hogy cink, ha fölmegyek a színpadra, és úgy látnak, ezért inkább elmentem, és nem léptem föl a színpadra, nem mentem föl. Én őszintén mondom neked, én nem ezt az utat választottam volna, amit Majka. Én se. Szóval abba, hogy szétváljunk, abba teljesen igaza volt. Ez egy pofon volt neked? Sajnos érett akkoriban ez. Az volt pofon inkább, hogy úgy éreztem, hogy elárul. Mert hogy ez nem tartozott senki, ez a magánügyem volt, vagy magánügyünk volt. Ugye összevesztünk, látta, hogy nézek is, a többi. És amíg készült, én hívtam egy taxit, és hazajöttem Pestre, Szegedre. Olcsó volt a taxi, amúgy Pestről, Szegedről, Pestre, gondolatot. Inkább ezzel van a bajom, meg volt a bajom, de... De úgy olyan... érezted, hogy akkor téged elárult Majka? Be, hát akkor nyilván. Most se így csinálnám. De utána felhívtad? Másnap? Nem beszéltünk utána nagyon sokáig. Mi itt vége lett és nem is beszéltetek? Ennyi volt, nem beszéltünk. Azt a mindenit. Nagyon kemény volt, ja. Elmondom neked, hogy rosszabb volt, mert onnantól kezdve még jobban elkezdtem bulizni. Nem mondod. Ja, és akkor... De... Egyébként én azt hittem, hogy ez egy média hack, hogy ez nem igaz. Sokan hitték ezt, de ez rám nézve úgy... Gáz, hogy azt gondolod, hogy ki vállal be ilyet? Jó, tehát én meg azóta azt is... nem akartam elérni, hogy ilyen hülye vagy, hogy nem mész el egy koncert, és annyira beszélsz. Figyelj, amikor be van állva egy ember, amikor a motyó irányítja az életét, akkor nem annak... Akkor... De neked a motyó irányított? Hát akkoriban. De Kriszti az... akkor már melletted volt? Igen, aztán igazából az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor ugye fölhívtam azt a bizonyos elvonót, ahol aztán elmentem. Te hívtad fel? Én. Te azzal is támadtak, hogy ez egy kamu elvonó volt. Igen, ugye nekik azzal volt a bajuk, hogy ugye, hogy 6-7 volt, de 6-7 volt, amíg benn voltam, de utána még fél évig én hozzám jártak. Nekem ez volt a fontos, hogy egy olyan helyet találjak, ahol nem átszoktatnak, hanem leszoktatnak. A Csernus ebben nem tudott segíteni? A Csernus majdnem megvertem, hagyjam az a f***-tal. Most de olyan... De mit csinált? Elkezdtünk beszélgetni, és a végén arra lyukadt ki, hogy nekem az édesapám alkoholista volt, aki tényleg sokat ivott egyébként. Azt tudnék, hogy nekem édesapám nagyon fontos szerepet játszik az életemben, és elkezdte őt degradálni. És akkor így a Csernus úr és majdnem... És neki mentél? Hát, majdnem ráborítottam az asztalt, a Peti fogott le, ott volt. Jó, ott volt veled a Majka? Persze. Igazából ő a saját gyengeségeit, a saját elfojtott operációit... Próbálja rávetíteni másokra, és ő ebből próbál táplálkozni, meg ebből próbál megíteni a munkájába. Jó, de ott mit csináltak veled 6-7 alatt, hogy le tudtál szokni a drogról? Fél évig tartott, 6-7-ig voltam bent. Engem külön kezeltek, nyilván ugye voltak velem más egy-egy ismert szobában. Emberek is, de voltak ugye olyanok is, akik... És hogy nézett ki egy ilyen kezelés? Reggel felébredtünk, volt egy reggeli, utána volt egy nagyon komoly, intenzív mozgás, nagyon nagy, magas vitaminbevitellel, nagyon sok folyadékkal, utána voltak különböző páros gyakorlatok, amik inkább szellemileg tornáztatta meg az embert igazából, ezek nagyon sok olvasás volt, ilyenek, nincs tévé, nincs rádió, nincs zene, telefon? Nincs internet, de hogy is. Nem is jöttek látogatni, se jöttek. Az nem, az volt nehéz. Egyszer jöhetett a Kriszti. Elvonás után. És két hét után mi történt, amikor be nem fájt annyira az na pont ez, ezt akartam mondani, hogy az is egy, ugye nyilván ugye megtudtam egyébként, hogy fiam fog születni. Ott tudtad meg az amikor elvonat. Az ajtóban, amikor mondtam, hogy elmegyek, Kriszti elkísért Jézus az úton, és mondta, hogy egyébként terhes. Szerintem azért egy ember, akinek a toronyban van egy minimális, azért az belátja azt, hogy na jó, most akkor szedd össze magad, és akkor tényleg rendbe kell lennie a dolgokra. De ő szándékosan akkor mondta el neked? Szerintem igen, ő nem akarta elmondani, nem tudom, hogy miért. Ja, igen, ő elköltözött a végén, szóval akkor írtam először az orvosnak, hogy jó, akkor elmennék ide. És ugye úgy, hogy hullakészen, január 7-én, 8-án volt, 7-én a névnapon volt, megünnepeltem, egyedül, otthon, lesötétítve minden, és 8-án, egy ilyen reggeli, már jött fel a nap, és egy ilyen állapotomban, így azt mondtam, hogy egyedül vagyok, már Kriszti is otthagyott.
Le van sötétítve a lakás, és rottyon, és előttem a tálca, és üzés. De mennyit dolgoztál, mennyi pénz kávé? Nagyon sokat. Mennyibe kerül? Jó, mondjuk a te házad, na annyit nem mondjuk, mert biztos nagyon drága házba laksz. De mindegy 100 millió? Annyi biztos. Atya úr. Sajnos igen. Elvonóról úgy jöttél ki, hogy akkor soha többet? Vagy nem úgy jöttél ki? De úgy jöttem ki. De azt nem mondom, hogy azóta nem, de nem volt is olyan. Kívántad? De nem is ezt kívántad? Ezt akartam mondani, hogy nincs olyan, hogy volt már olyan, hogy kívántam. És szerintem, aki ilyen cuccos volt... És azóta szívtál is? Nem. Nem. De hogy tudod megállni? Hát így, hogy tudom, hogy nem tudom megállni. És akkor fellépéskor az elején nem szívtál, vagy fellépés nem, előtt? Nem, fellépésen sose szívtam. Kivéve Szegeden? Nem, akkor se szívtam, előtte szívtam, csak még nem józanodtam ki. Az volt, nem az volt a baj, hogy előtte szívtam. De oké, de miért szívtál utána? Tehát olyan figyelj csak, extázisban voltál, olyan jó volt a felvétel, hogy utána nem tudtad a pihenőnapot feldolgozni, vagy miért? Ez volt a bajom, pontosan.